Ruszin Szendi Romulus altábornagy volt a Civil Összefogás Fóruma által szervezett civil akadémia vendége a budapesti Polgárok Házában. A Magyar Honvédség parancsnoka az orosz-ukrán háború kapcsán úgy fogalmazott, hogy irracionalitása miatt a konfliktus ugyan kiszámíthatatlan, de Magyarország és a Magyar Honvédség folyamatosan figyeli az eseményeket és alkalmazza a tapasztalatokat. A hírszerző információk, a saját tapasztalatok, az mind-mind most már beépült a Magyar Honvédség kiképzésébe. Amikor a saját készeléti készültségi szolgálatainkat készítjük fel és ellenőrizzük le, akkor ezeket a tapasztalatokat már nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Büszkeségének hangot adva a Magyar Honvédség parancsnoka elmondta, hogy a szövetség válaszlépéseként újonnan létrehívott NATO harccsoportok között a magyarországi az egyetlen, amit a befogadó nemzet vezet. Egy NATO harccsoport került telepítésre Magyarországra is, viszont magyar vezetés alatt. Erre azért vagyok rendkívül büszke, mert ilyen harccsoportok korábban léteztek a Baltikumban és Lengyelországban, majd pontosan a háború hatására, a háború kitörését megelőzően rendelt el a NATO, hogy ilyen harccsoportok kerüljenek felállításra Szlovákiában, Magyarországon, Romániában és Bulgáriában is, tehát gyakorlatilag a NATO a keleti határ országaiban. Mi voltunk az elsők, akik a kezdeti műveleti képességet saját erőből elértük, és ez a harccsoport pedig szeptember végén elérte a teljes műveleti készenlétét, amit a NATO igazolt, megint az új felállítandó harccsoportok közül elsőként. Ruszin Szendi Romulus rámutatott arra, hogy a Magyar Honvédségnek mindig készen kell állnia a legrosszabb eshetőségre is. Ennek megfelelően halad töretlenül a haderőfejlesztés. Cél a bürokrácia csökkentése, valamint a harceljárások fejlesztése és megújítása. Az altábornagy beszámolt arról is, hogy immár több mint 11 ezer önkéntes tartalékos szolgál a Magyar Honvédségnél, és egyre többen döntenek úgy, hogy civil karrierjüket hátrahagyva aktív állományuk katonaként vállalják a hazaszolgálatát. Ha szükség van a magyar katonára, akkor itt vagyunk. Ha kell a határon délen, ha kell a határon keleten, ha kell a autópályákon, ha kell a kórházba, egy biztos számíthatnak ránk.